Örülök, hogy itt vagytok, örülök, hogy ennyien itt vagyunk. Tudjátok, a hétközben készültem is, azt az igét kaptam, és Zoli is hasonlót kapott a héten, hogy, hogy Isten szeretné az ő vizét kiárasztani ránk. A Húsás hatnak az első három versét, amit ki is írtunk a Facebookra, azt mondja, hogy jöjjetek, térjünk meg az úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd ő előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Mondom még egyszer, ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat, eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Ez a hitem mára, hogy ahogy keresni fogjuk őt, ahogy törekedünk őt megismerni még jobban, ő megígérte, hogy közeledni fog, ő megígérte, hogy ki fogja önteni az ő vizét, ami megáztatja, a száraz földet. Hiszem, hogy ez így lesz, megkaphatom a a, a prezentert. Köszönöm. Egy érdekes uh, témával készültem, ami számomra nagyon személyes volt, és nagyon úgy érzem, hogy, hogy uh, ez az üzenet nektek és nekem szól, és szombatötnek nekünk szól. És nagyon úgy érzem, hogy nem azért választottam ezeket az igéket, mert úgy nagyon kerestem, és akkor így az agyam azt mondta, fú, ez nagyon logikus, hanem azért, mert azt éreztem, hogy a Szent Szellem Isten azt mondta, hogy ezek az igék, amiket hoznom kell számotokra, és ez az üzenet ö, ö, mára. És nekem a karantén egy nagyon jó időszak volt, nem tudom, hogy mindenki más, hogy éltem meg, én nekem egy nagyon jó időszak volt abban a szempontból, hogy muszáj voltam lelassítani, muszáj voltam átgondolni dolgokat, muszáj voltam máshogy élni, mint az előtt, és számomra ezek a dolgok mindig nagyon hasznosak, és amikor benne voltam a kellős közepébe, és sikerült Istenhez lépésről, lépésre, egyre közelebb menni, olyan új dolgokat tapasztaltam meg belőle, mint amit előtte nem nagyon. Az egyéni csendességemben, az otthoni imádatomban, a közbejárásomban. Isten bontott ki újabb és újabb dolgokat, és az a az volt a szívem vágya, és azért kiáltottam az Úrhoz, hogy Uram, hogyan tudunk még mélyebbre menni, hogyan tudunk, mint közösség, még többet megtapasztalni belőled, a te szeretetedből, a te szívedből, és ahogy körülnézek az, az embereken, a barátaimon, azon a világon, amitben élünk, akkor az a, az a legnagyobb kívánságom, hogy Uram, hogyan tudlak jobban bemutatni a barátaimnak, hogyan tudjuk bemutatni a világnak azt, aki te fantasztikus, csodálatos, erős Isten vagy Jézus vagy, és hogyan tudunk um, téged bemutatni. És sokszor előjöttek azok az igék, amikor beszél a Biblia az Úr Jézusról, és amikor az Úr Jézus tanított, azt mondja a Biblia, hogy nem úgy tanított, mint a farizeusok hanem azt mondja, hogy erővel, hatalommal tanított, máshogy tanított. Amikor az Úr Jézus beszélt, akkor az embereknek nem egy intellektuális megértése volt, hanem a szívek, szívüket eltalálta az ige. Hatalom volt abban, amit kimondott. Hatalom és erő volt, és az én vágyam, a mi vágyunk, remélem, hogy a tiétek is az, hogy amikor beszélünk az Úr Jézusról, amikor együtt vagyunk, akkor az Isten szíven találjon bennünket és a térdeimen voltam, kerestem az Isten, könyörögtem, hogy Uram, taníts, hogyan tudunk mélyebbre menni, hogyan szeretnél te még jobban jönni, és nem azért, hogy menők legyünk, hogy nagy dolgok történjenek, hanem azért, hogy téged meglássunk, hogy téged megértsünk minél jobban, hogy, hogy körülnézek minnyájatokra, jó pár embernek tudom a sztorit, és magamra is nézem, és nem vagyok úgy valószínűleg egyedül, hogy nektek is szükségetek van változásra az életetekbe. Nektek is szükségetek van, hogy a jellemetekből valami megváltozzon. Szükségetek van, hogy egy-egy területen áttörés jöjjön. Mert vannak olyan dolgok, amiből már nem tudtok egyedül megváltozni, nem tudtok kijönni belőle. és ez a vágyam, hogy ilyen üzeneteink, ilyen szolgálataink, ilyen szívünk legyen, hogy Istennel együttműködve ezek az átformálódások, ezek a csodák megtörténjenek. És a, a címe, amivel készültem, amit Isten adott a szívemre, az az, hogy ki a te messiásod. Hogyan gondolkodsz a messiásról, szerinted ki ő? Mert én most az evangéliumokat tanulmányozom így, így sorba és ahogy újra elkezdtem venni így könyvről könyvről az evangéliumokat, azt vettem észre, ami előtte nekem nem ugrott ki ennyire, hogy mennyire az evangéliumok, Jézus eljövetele, mennyire a messiásnak a megérkezéséről szól. Ami nálunk kicsit kulturálisan nehezebb ezt felfogni, de a zsidó kultúra még ma is várja a messiást. A zsidók tudták, hogy van ígéretük Istentől arra, hogy el fog valaki jönni, aki változást fog hozni, aki fel fog szabadítani, aki, aki olyan király lesz, aki örökké uralkodni fog, és az ő uralkodásának nem lesz vége, és az ő uralkodásában békesség lesz, az ő uralkodása jó lesz és áldásos lesz, és a zsidók ma is erre várnak. Amúgy, hogy egy olyan király, egy olyan uralkodó jöjjön, aki elhozza ezt az időt, mint amit Dávidnál tapasztaltak, mint amikor ö, bőség volt, amikor áldás volt és megjött az Úr Jézus Krisztus, aki a messiás volt. És hogyha a messiásról beszélünk, a messiásról felkentet jelent. Amúgy a Krisztus a, görögben az ugyanúgy a felkent, ugyanaz a két szó. Tehát amikor az Úr Jézusról beszélünk, ő jött úgy, mint messiás, mint, mint, Krisztus a felkent, Istennek a küldöttje, aki azért jött, hogy elhozza ezt az uralkodást számunkra. És az a, az a kérdésem magamnak és felétek, hogy amikor az Úr Jézusról, vagy a messiásról, akit Isten elküldött számatokra is, nem csak a zsidóknak, hanem nekem, neked, a te életedbe, abban a helyzetben, amiben vagy, hogyan gondolkodsz róla? Mi jut az eszedbe? Ki ő neked? Hogyan tennéd szavakba? Mert sokszor, amíg nem fogalmazzuk meg, addig jól ismerjük a szavakat, de nem nagyon tudjuk, hogy, hogy mit is jelent ez. Valójában. És euh, az tapasztalom az én életemben, hogy sok helyen rosszul gondolkozok róla. Sok helyen nem úgy értem őt, mint ahogy ő valójában van. És pontosan ugyanígy volt a zsidókkal is, hogy várták a farizeusoknak, ez volt, ezért tartottak meg minden szabályt, hogy el tudjon jönni a messiás. És nem vették észre, ott volt a szemük előtt a messiás, a megígért, a csodatevő, a gyógyító, a szabadító, és nem vették észre. És vajon gondolkozok abba, hogy itt ülünk gyülekezetbe újjászületett hívőként. Vajon megeshet az velünk, hogy ugyanúgy, akit várjuk, akit imádunk, akit ismerünk az Úr Jézust, nem veszük úgy észre, mint aki ő valójában. Vagy nem úgy ismerjük őt, vagy nem úgy hisszük el, vagy nem úgy gondolkodunk róla, mint ahogy ő az bemutatja magát. És ez a kérdésem, ez az, amivel szeretném, hogy együtt menjünk, nézzük az igét, és utána pedig el szeretnélek titeket bátorítani a végén. És a történet, amit hoztam, két történetet fogunk megnézni. Az egyik a Samáriai asszonynak a története, ez kicsit kicsi, fel fogom olvasni, hogyha e, nem látjátok, ne izguljatok hosszabb a történet, de, de Isten igéje az mindig szól, és élő, és ható, és ha csak olvassuk, és egy szót nem tennék hozzá, hiszem, hogy az is már, már tovább vinne minket ma. Mikor Jézus erről tudomást szerzett, elhagyta Júdeát, és újra visszatért Galileába. Útközben keresztül kellett mennie Samárián. Így jutott el egy samáriai város sikár szélére. Ez a hely közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet egykor Jákob adott a fiának Józsefnek. Mivel Jézus az utazástól elfáradt, leült a kút mellé, amelyet Jákob kutyának neveztek. Délfelé járt az idő. A tanítványok éppen bementek a városba, hogy valami ennivalót fegyenek. Ekkor ért a kúthoz egy samáriai asszony, aki a városból jött, hogy vizet merítsen. Jézus megszólította, kérlek, adj nekem inni. A samáriai asszony csodálkozva kérdezte, hogy kérhetsz tőlem vizet, zsidó, létedre, mikor én samáriai vagyok? A zsidók ugyanis szóba sem álltak a samáriai lakosokkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled. És akkor te kértél volna vizet tőle, ő pedig friss forrásvizet adott volna neked. Ekkor az asszony megkérdezte. Uram, hogyan vennél forrásvizet? Hiszen vödröt sincs, a kút pedig mély nagyobb lennél, mint Jákó atyánk, aki ezt a kutat adta nekünk. Ő maga is ebből ivott a fia is, meg a nyája is. Jézus így válaszolt, akik ebből a vízből isznak, azok újra megszomjaznak, de aki abból a vízből iszik, amelyet tőlem kap, az soha többé nem szomjazik meg. Sőt, az a víz, amelyet én adok neki, forrássá válik benne, és olyan víz ömlik majd belőle, amely örök életet ad. Uram, majd nekem is ebből a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen innen hordanom a vizet, kérte az asszony. Jézus ekkor azt mondta neki, menj, hívd a férjedet, és jöjjetek vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus így felelt, ez valóban igaz, nincs férjed. Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Igazat mondtál. Ekkor az asszony így felelt, uram, látom, hogy próféta vagy. Őseink ezen a hegyen imádták Istent, ti júdaiak azonban azt mondtát, mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell Istent imádni. Jézus így válaszolt neki, azt mondja, higgy nekem, eljön az idő, amikor nem kell sem Jeruzsálemben, sem erre a hegyre felmennie annak, aki a mennyei atyát akarja imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig ismerjük azt, akit imádunk, mert az, aki a szabadulást hozza a zsidók közül jön. És az utolsó rész, Ja, igen, sikerült. Eljön az idő, sőt, már itt is van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják a mennyei Atyát, mert az Atya olyanokat keres, akik őt, őt így imádják. Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így válaszolt. Tudom, hogy egyszer eljön a messiás, és amikor majd eljön, mindent megmagyaráz nekünk. Én vagyok az, aki veled beszélek, mondta neki Jézus. Ebben a pillanatban érkeztek meg a tanítványok, nagyon elcsodálkoztak, hogy Jézus egy asszonyjal beszélget, de egyikük sem kérdezte meg, hogy mit akart tőle, vagy miért beszélgetett vele. Az asszony ekkor a kútnál hagyta a vizes korsóját, visszament és hívta a város lakóit. Gyertek, nézzétek meg azt a férfit, aki mindent elmondott nekem, amit tettem. Lehet, hogy ő a messiás, azok pedig kimentek Jézushoz. És eddig fogom olvasni az igét, és ezen az igén szeretnék veletek végig menni ez lesz a, a, a fő része a, a tanításnak, és végig fogjuk így venni. E, és nem nem fogom mindig az igét mellé olvasni, mert egyszer olvastam, de a fontos részeket mindig újra fogjuk venni. Tehát ott járunk, hogy Jézus elmegy e, Galileába. És úgy képzeljétek el, hogy mondjuk itt van Judea, Jeruzsálemmel, és itt fönt van Galilea, és Názáret, ahol Jézus. E, felnőtt. És azt mondja, hogy innen Galileából fel szeretne jutni, vagy innen Júdeából fel akar jutni Galileába. És útközben a két rész között van Samária. Samária az a rész, ahova egy zsidó soha be nem tette volna egy lábát, egy tisztességes zsidó nem ment arra. A Samáriaiakkal az a probléma, hogy olyan zsidók élnek ott, akik közé Végen betelepítettek más nemzetekből népeket, és ők összekeveredtek azokkal a népekkel, és olyan dolgot csináltak, amit az Úristen mondta, hogy ne csináljanak. Összekeveredtek más népekkel, úgy házasodtak, és ezért is volt az, hogy a zsidók teljesen kiutasították őket, ők Jákobhoz tartozónak tartják, tartották magukat és akkor volt ilyen, hogy, hogy csak a Mózes öt könyvét fogadták el. Tehát a zsidóságnak egy sajátos vallási részét létrehozták, de a zsidók úgy néztek rájuk, mint eretnekek, vagy egy ilyen olyan népcsoport, akit kerülni kellett. És a zsidók ezért mindig egy kört tettek, kikerülték ezt a részt, ami hosszabb volt az az út, amit meg kellett volna tenni. De Jézus egy elutasított, egy kiutált népcsoporton keresztül szeretett volna menni. De miért szeretett volna ott menni? Hogyha megnézzük az igét, azt mondja, hogy de Jézusnak arra kellett mennie. Nagyon jól fogalmazott ige. Jézus nem azért ment arra, mert minden áron arra akart menni, hanem Jézus felismerte a Szent Szellemnek a vezetését, és a Szent Szellem azt mondta, hogy már pedig arra megyünk. Ott van nekem célom, ott van veled dolgom. És az a jó hír, hogy az, ami egy átlagos zsidó embernek egy lehetetlen dolog lett volna, tisztátalán látette volna, soha nem ment volna arra, Jézust ez annyira nem zavarta. Tehát rögtön látunk egy ilyen dolgot, hogy van egy kulturális elvárás, Jézust ezt abszolút nem zavarja. Ha Szent Szellem azt mondja, hogy arra megyünk, akkor arra megyünk. És elindul uh, Jézus arra felé, és dél van, meleg van. Hát, hogyha valaki járt már Izraelben, az tudja, hogy délben a napon lenni, az ellenségemnek se kívánom, és Jézusék is sétálnak, és délben a nagy melegben azt mondja, hogy akkor most álljunk meg, pihenjünk meg, elfáradtam leül a kúthoz, és, és a tanítványok pedig bemennek venni ételt. És Jézus egyedül ott marad. És ebben a helyzetben jön meg a samáriai asszony, aki vizet szeretne meríteni. Valószínűleg többen jól ismeritek ennek a hátterét, hogy mi ezzel a probléma, hogy, hogy a, az asszonyok, amikor kimentek vizet meríteni és vizet hozni maguknak, a soha nem délben tették. Miért tették volna a legnagyobb melegbe? Nem tudom, hogy ki szeret futni, vagy ki szeret sportolni, ti se délbe szerettek kimenni, vagy a kertben dolgozni, mert a legnagyobb meleg van. Na, hát pontosan ugyanígy volt, hogy, hogy nem szerették az asszonyok se a legnagyobb melegben, nem is volt értelme a legnagyobb melegben elmenni ö, a kútra és, és vizet hozni. Akkor miért jött ilyenkor ez a samáriai asszony? És mivel mi már olvastuk a történetet, ö, előbb, előrébb járunk, és tudjuk, hogy ennek a samáriai asszonynak a háttere, hát az borzasztó volt. És akkor finoman fogalmaztam. Nem tudom, hogy ismertek-e olyan embert, aki ötször elvált már. Én nem ismerek, megmondom őszintén. De ha most így körülnézünk, és nem tudom, hogy ki szokott pletykálni, vagy hogy, 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 hogy kinek esik ez így néha úgy, hogy szeret másokról beszélni, mondjuk egy ö, családi ebédnél, vagy nem tudom, hát aki ötször elvált, azért az gáz, nem? De, de most valljuk meg az őszintén. Tehát, hogy mi is így gondolkozunk róla, nem? Hogy van egy ötször elvált valaki, aki azért kicsit gázos. És jön ez a, a valaki, és, és valószínűleg az elrontott hibáim miatt, valószínűleg amiatt, amilyen dolgokat teljesen elrontott az életébe, nem tudott a többi asszonyjal jönni, akik reggel jöttek. Lehet, hogy megpróbált hozzájuk közelíteni, lehet, hogy akart volna velük menni, de lehet, hogy ők utasították el. Mert nem tudom, hogy, hogy, bennetek mi van, hogy mi történne, hogyha, ha egy olyan emberrel mennétek, aki egy kész katasztrófa, aki mellettetek áll. Vagy mi van akkor, hogyha az ő bűntudata, az ő szégyene, az ő hibáinak a következményeként azt érzi, hogyha valaki tudná, hogy mi van velem, ha valakinek el kéne mondanom, ha valakivel őszintén kéne beszélnem, akkor elutasítanának. Akkor, akkor én ezt nem tudom lemosni magamról. Ezek olyan dolgok, amik annyira hozzám kötődnek, hogy én nem tudok így másokkal lenni. És lehet, hogy ti is így ültök. Lehet, hogy vállás történt az életetekben. Lehet, hogy hibákat követtetek el. Lehet, hogy paráznaságban éltek, lehet, hogy olyan dolgok vannak az életetekben, vagy történtek régen, amiknek a, do, a, a szégyenét, a fájdalmát, a bűntudatát viszitek magatokkal. Lehet, hogy nem is ti csináltátok, hanem valaki csinált valamit veletek. És ez az asszony is úgy dönt inkább, mint amikor legtöbben mi is így szoktunk dönteni, hogyha ilyen hibáink, sérüléseink vannak, akkor azt arról ne beszéljünk az ne kerüljön elő. Az, az, az a, mi sem szeretnénk találkozni, azt se szeretnénk, hogy mások így érezzenek. És ugyanez volt ezzel a Samáriai asszonynal is, hogy elkerülte a többieket. Bezárt, felhúzta azt a páncélt, ami mindenkit kizár, és elment, és így hozta a vizet képzeljük el ezt az egész helyzetet. Én így szeretem az ilyen történeteket elképzelni, hogy ott van a mi Jézusunk, ami mi messiásunk. Nem róla beszélünk, őt akarjuk megismerni. Azt fogjuk most megnézni, hogy ott van valaki, aki egy samáriai asszony, aki egy kézkatasztrófa, katasztrófa, bűnösen, most is bűnben él, mert a mostani, akivel együtt van, az nem a férje. És minden joga meg lett volna, az Isten igéjével is ellentétes volt, amit az asszony csinált. Értitek? És ha te is esetleg úgy vagy, hogy ilyen problémád van, akkor nézzük meg, hogy Jézus hogyan szeretne veled foglalkozni. Hogyan szeretne a messiás bejönni az életedbe. És azt mondja neki az Úr Jézus, hogy kérlek, adj innom. Kérlek, adj innom. Az Úr Jézus mit csinál? Megteszi az első lépést, hogy kapcsolatba kerüljenek. Egy teljesen elfogadhatatlan lépést csinál zsidó emberként. Olyan dolgot, amit más nem csinált volna meg. De az Úr Jézus Krisztusnak fontos vagy te is, fontos az, amivel küzdködsz, és fontos az a szégyen, bűntudat, nehézség, ami az életedben van. És tudod, hogy még mit is mondok? Akkor is fontos, hogyha még most is benne vagy. Ha még most is küzdesz vele, ha még nem tudtál belőle kijönni, az Úr Jézus így is szeretne veled, Kapcsolatba kerülni. Ez az Úr Jézus szíve, ez a messiás, szeretne bejönni az életedbe és beszélni veled. És tudjátok, annyira ezt nem tudjuk még igazán felfogni, de az, hogy egy zsidó egy samáriaival, egy férfi egy nővel, az Úr Jézus, aki mindent ismert a másik nőről, vele fölvette a kapcsolatot és hozzászólt, ezt gondolkoztam, milyen példát tudnék mondani. A Heizer Tamás mondott egy kicsit hasonlót a múltkor. Ez azt gondoltam, mintha egy szexshopba bemennél, és ott kezdenél -e beszélgetni és kávézni az eladóval, aki amúgy a pornófilmeket szokta fölvenni. Körülbelül, kulturálisan ez ilyet jelentett. Vagy a legutáltabb, legrosszabb népcsoporta oda bemész, és fölveszed a kapcsolatot. És ezt csinálta az Úr Jézus Krisztus. És hogyha tovább megyünk, és megnézzük, hogy hogyan reagál erre a Samária asszony, csodálkozva kérdezi, hogy kérhetsz tőlem vizet zsidó létedre, mikor én Samária asszony vagyok? Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled, és akkor te kértél volna vizet tőle, ő pedig friss forrás vizet adott volna neked. Amikor ilyen helyzetbe vagy, hogy fáj, hogy nehéz, hogy elrontottad, ott vannak az életedbe, vagy azt érzed, hogy, hogy, egy olyan dolog, ami Isten számára nem elfogadható, vagy tényleg bűnben vagy, akkor te is meglepődsz. Nem gondol azt, hogy Jézus pont veled akar beszélni. Jézus pont átlépni ezeket a gátakat, hogy Jézushoz őszintén úgy, ahogy vagy, oda mehetnél. De Jézus jön, és szeretne belépni az életünkbe, szeretne velünk beszélni, és amikor é annyira jó, ahogy Jézus tovább folytatja, az asszony meglepődik, de Jézus nem gondolkozik sokat, tanítja neki az igazságot. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled, és akkor te kértél volna vizet tőle, ő pedig friss forrás vizet adott volna neked. Ez már a kulcsige versünk. Ezt szeretném, hogy elvigyétek magatokkal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a te legnagyobb problémád az, hogy nem ismered, hogy én ki vagyok. Nem ismered azt, hogy én ki vagyok. Azt mondja, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki tőled vizet kér, akkor te kértél volna tőle élő vizet, és friss forrás vizet adott volna nekünk. Ugyanígy vagyunk mi is meggyőződésem. Ha igazán tudnánk, hogy ki a messiás, ha igazán ismernénk a messiás szívét, ha igazán ismernénk, hogy ő mire képes a te életedben, akkor nem lepődnél meg azon, hogy bűnösen oda jön hozzád. Hanem azt mondja, hogy bejövök hozzád, és veled akarok foglalkozni. És hogyha igazán ismernéd, akkor nem meglepődnél, hanem egyből tőlem kérnél vizet, és olyan élő vizet adnék neked, ami élő víznek a forrása. Kiszámunkra Krisztus? Hogyan tudnánk őt leírni? Mert ilyen ami Istenünk, és ilyen a ami messiásunk, hogy azt mondja, hogy ha felismernénk, hogy ki ő valójában, ha csak kicsit jobban megismernénk, és kérnél tőle vizet, akkor mit ígér? Azt mondta, hogy adna. Ha felismernénk, hogy ki a messiás, és valósággal te kérnél tőle, ő nem akarja tőled megvonni. És annyira jó, hogy, hogy Jézus egy olyan dolgot mond neki, ami lehetetlen. Minnyi menjünk tovább. Ekkor az asszony megkérdezte, uram, hogyan vennél volna forrásvizet, hiszen vödröt sincs. És akkor itt folytatja, most nem olvasom végig. Az asszony ránéz erre az egész helyzetre, és lehetetlen dolgot mondott neki az Úr Jézus. Miért mondott neki? Azt mondja, hogy forrásvizet adnék neked. A ez legalább 30, mélyre, 30 méter mélyre kellett leásni, és onnan kellett, hogy a friss forrás a patak belefoljon, és onnan lehetett ilyen kutat fúrni. Azon a helyen ez lehetetlen volt, nem is lehetett volna. És az asszony ránéz az, ez szituációra a saját elképzelésével, a fizikai szemeivel, és mondja, hogy hát ez lehetetlen. Hogy adnál nekem? És amikor Jézus mond neked valamit, lehet, hogy te is, hát hogyan lehetséges ez? Hogyan, hogyan jöhetnél? Hogyan adhatnád nekem azt? Hát még vödröt sincs, a kút is még. És utána annyira érdekes, hogy az asszony, ha tovább olvasátok, cinikusan válaszol. Azt mondja, hogy nagyobb vagy, mint Jákób. Te ekkora nagy császár vagy, hogy te még ezt is megcsinálod. És annyira szeretem Jézust, annyira mutatja a, a szívét, hogy, hogy Jézus nem az volt, hogy megsértődött, és akkor megmondta neki, hogy hagyd már abba, én vagyok az mindenek királya, én vagyok a messiás, légy szíves, ne cinikusan Jézus nem foglalkozik ezzel, és csak lássuk meg Jézus szívét, és néha magamra is meg, hogy mennyire másképp gondolkozok. Jézus nem foglalkozik ezzel. Jézus mit csinál? Tanítja neki az igazságot tovább. Nem foglalkozik. És vagyunk mi is így, hogy megyünk ide-oda, mondunk Jézusnak ezt, azt, ez lehetetlen, nem látom. Jézus semmi más nem csinál nekünk, csak mondja az igazságot. Az asszony nem ért körülbelül semmit, amit Jézus mond. Tehát, hogy Jézus szellemileg beszél, az asszony fizikai módon próbálja megérteni, semmit nem ért, de Jézus tanítja neki a királyságnak az üzenetét. Tanítja neki az igazságot. És pont ugyanígy van velünk is, hogy lehet, hogy nem értesz semmit. Lehet, hogy amit Jézus mondani akar neked, ami az igében le van írva, a számodra lehetetlen. Azt érzed belülről, hogy ez lehetetlen. De az igazság Istennek az igéje, az igaz és ámmen És amit kimond Jézus, az valóság. És lehet, hogy nem értesz még mindent, de csinálhatsz, dönthetsz úgy, mint a, mint a, a Samária asszony csinálta az utolsó két sorban. Uram, adj nekem is abból a vízből, hogy ne legyek többé szomjas, és ne kelljen innen hordanom a vizet, kérte az asszony. Figyetek az asszony semmit nem ért abból, amit Jézus mond, de azt mondja, hogy figyelj, hogyha azt mondod, hogy te erre képes vagy, akkor gyere, legalább nekem sem kell járni a kútra. Egy önös érdek, egy csak azért, hogy neki jó legyen, de azt mondta, figyelj, ha ezt mondod, akkor csináld meg, és nézzétek meg, ilyenkor, mintha Jézusnak a szolgálata teljesen kinyílt volna az asszony felé. Értsük meg, hogy az asszony nem értett mindent, nem tudott mindent, nem fogta föl, hogy Jézus pontosan miről beszélt, de annyit csinált, hogy egy mustármagnyi hitet gyakorolt. És ez beindítja az Úr Jézus Krisztus szolgálatát. Amikor mi azt mondjuk, hogy Uram, nem értem még, mit mondasz, nem tudom, hogy mi az a vízforrás, onnan fogsz te élővizet fakasztani, de amikor te azt mondod, hogy Uram, én neked hiszek, ha csak annyit tudsz mondani, hogyha igazad van, akkor, akkor ne kelljen ide járnom és jönnöm. És Jézus ilyenkor rögtön taktikát vált. Tanítja nek, belép az életünkbe, mondja nekünk az igazságot, következő lépés, ránk vár, hogy hitet gyakoroljunk. Nem azért, mert mindent értünk, hanem azért, mert azt mondjuk, hogy ezt Jézus mondta, hitet gyakorlok. Mi következik utána? Jézus ekkor azt mondta neki: Menj, hívd a férjedet, és jöjjetek vissza. Az asszony így válaszolt: Nincs férjem. Jézus így felelt neki: Ez valóban igaz, hogy nincs férjed? Öt férjed volt, de akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Igazat mondtál. Ekkor az asszony így felelt: Uram, látom, hogy proféta vagy. Fú, hát nem biztos, hogy erre számítottunk. Nem? Vagy nem tudom, hogy nekem a tökéletes Úr Jézus biztos, ő szolgál a legjobban. Lelki gondozó vagyok, ilyenkor én is nézem, hogy Jézus ott csinálja, tudjátok. Hát Jézus belevágott a közepébe. Ahogy az asszony hitet gyakorult, Jézus az ismeret beszédével kimozgatta az asszonyt. Jézus ismer téged és engem. Ez a jó hír. Azt mondja, hogy Isten ismer minket a legjobban, jobban, mint Te önmagadat, és tudja, hogy hol vagy elakadva. És Jézus mit csinál? Megkeresi azt a pontot, ami az ő vele való kapcsolódásában akadályozza azt a nőt, ami a legjobban fáj neki, ami a legnagyobb probléma, ami miatt elrejtőzik, és ez nyilvánvalóan az a szégyen és bűntudat volt, amit ezekkel, amit elrontott az életében. És Jézus ma is ezeket keresi az életünkbe, mert szeretné ezeket felhozni de nem azért szeretné felhozni, hogy bántson téged, vagy elítéljen. Nézzük meg, mit csinál ezzel az asszonynal. Felmondja neki, hát megmondtam. Az úgy szép. Ötször. Nem volt elég, kétszer, háromszor. Nem, de komolyan, Jézus, Jézus felhozza az ismeret beszéde, az a profécia, és nagyon erősen és keményen szól a nőhöz akár nekünk bunkónak is tűnhet. Tehát most tegyük föl, kapsz az utcán egy ismeretbeszédét, vagy ránézek itt valakire, a legnagyobb bukásait az életébe, így az arcába mondja az Úr Jézus. Szeretettel Ádám azt mondja, hát igen, biztosan, mert, mert, a, mert, mert, ilyen az Úr Jézus. De miért csinálja? Ez nagyon fontos, hogy megértsük. Azok a dolgok, amik elválasztanak az Úr Jézustól, annak a felszíre kell jönnie az Isten csak a valóságba, az Isten szerinti helyzetnek a meglátásában tud bejönni és helyreállást hozni. Ha kell, el kell fogadnod, hogy bajod van az alkohollal. Ha kell, akkor a pornográfiával van bajod. Azt kell tudnod mondani, hogy Uram, itt vagyok, és küzdök. Igen, elrontottam. Igen, nem tudok belőle kijönni. És Jézus ezt csinálta ezzel az asszonyal, hogy rámutatott neki arra a fájdalmas pontjaira, ami ott volt, ami nyomta, ami elválasztotta őt Istentől és másoktól. És Jézus erre a részre tapintott rá, de nem azért, hogy kínozza. És amikor neked Isten felhoz valamit, és nehézségeken mész át, és, és olyan dolgok jönnek fel, ami fájnak, ami nem tudsz tovább lépni, ha Isten azt felhozza, nem azért hozza föl, hogy bántson téged, hanem azért hozza föl, hogy meggyógyítson téged. Azt szeretné, hogy ezzel hozzá meneküljél hogy hozzámenjél, aki a gyógyító és a szabadító abban a helyzetben. És öm, akkor is, hogyha néha fájdalmas és néha nehéz, Jézus szeretné ezt elvégezni az életünkben, és itt hívja először az Úr Jézust ö, profétának. Ha majd visszakeresitek, meg tudjátok nézni, hogy először csak egy zsidónak hívja, utána a uramnak, aztán pedig profétának, majd ennek lesz később ö, jelentősége. És utána most nem fogom a következő részt végigolvasni. A következő rész is arról szól, hogy az asszony elmondja, hogy mi a neki az igazán problémája. A következő legnagyobb problémája, ami megakadályozza, hogy ő Istenhez kerüljön. Azt mondja, hogy a ti atyáitok azt mondják, hogy Istent csak a Jeruzsálemben lehet imádni. Én nem tudok hozzá menni. Tudom, hogy itt van ez a bűnöm, de hogyan áldozzak neki? Hogyan mehetek az igaz Istenhez? Hogyan tudok közeledni? És Jézus Tudta, hogy ez a nőnek a következő problémája, ezért ezt hozza föl. És megint nem megsimogatja a lelkét, és azt mondja, hogy jól van, nem olyan nagy baj ez, majd megtalálod, nem tudom. Hanem Jézus elmondja neki az igazságot. És azt mondja, hogy figyelj, ez az egy út van. De eljön az az idő, és ez most van, hogy az igazi imádok szellemben és igazságban fogják imádni az atyát. Teljesen mindegy, hogy hol leszel. Mindegy, hogy, hogy miben küzdesz, honnan vagy te tudsz ma az atyával találkozni. És ebben a teremben hiszem, hogy ma lesznek találkozások a mennyei édesatyánkkal. És elmondja, hogy a szabadulást hozó az a zsidók közül fog jönni. És végig magáról beszél az Úr Jézus. És azt mondja, hogy ez az idő most van. Tehát az asszony akár már észre is vehette volna, hogy talán a messiás ez az Úr Jézus lesz. És az asszony így válaszolt: Tudom, hogy egyszer eljön a messiás, és amikor majd eljön, mindent megmagyaráz nekünk. Én vagyok az, aki veled beszélek. Annyira érdekes, nem? Ott van ez az asszony. Jézus csodát tesz, elmondja neki az életét, elmondja, hogy most van az idő, hogy szellemben és igazságban imádhatjátok az atyát. Most van, eljön a zsidók közül, mindent tud az asszony, és az asszonynak es eszében nem jut hogy az Úr Jézus a messiás lehet. Egy profétának hívja. Azt mondja, hogy tudom, hogy majd egyszer eljön a messiás, és ő lesz a megoldás a problémámra. És szeretném elmondani, hogy bármilyen problémád van az életben, a megoldás rá a messiás lesz. És pont úgy, ahogy az asszony mondta, hogy a messiás lesz az, aki megmagyarázza nekünk a dolgokat, pont ugyanúgy neked is a messiás lesz a megoldás az életedre. És Jézus bemutatkozik neki, hogy én vagyok a messiás. És tudjátok, az asszony nem vette észre, hogy akár az Úr Jézus lehet a messiás, és tudjátok, hogy miért? Mert máshogy képzelték el a messiást. És itt jövünk mi a képbe. Abban az időben az asszony valószínűleg azt gondolta, hogy hát ez egy nagy király lesz. Ő örökké uralkodni fog. Itt van egy koszos, mocskos, utazó, egyedül. Megízadva a semmi közepén, Samárián, ahol egy rendes besetenné a lábát, hozzám beszél egy olyan asszonyhoz, aki Samáriai vagyok, elutasított bűnös, és nem azt mondja, hogy menj innen, húzz innen, egyáltalán beteszi ide a lábát, hanem a messiás, aki a legnagyobb király, aki a megoldást hozza, aki békét hozza, a legmocskosabb, legbűnösebb, legrosszabb helyen lévő nőt kinézi magának, és egyedül felé szolgál. És ez az, amit, amit Isten nagyon mutat ö, nekem, hogy lehet, hogy nekünk is vannak ilyen elvárásaink az Istennel kapcsolatban. Neked is van elképzelésed, hogy a messiásnak hogyan kéne kinéznie. Hogy ebben a helyzetben így kéne jönnie, ő, amikor én bűnös vagyok, biztos, hogy nem jön hozzám, majd ha megdolgozok érte, akkor talán jön hozzám, vagy ha majd elég jól viselkedek, akkor majd felveszi velem a kapcsolatot, biztos jónak kell lennem, vagy mindent értenem kell, a Samária azt, hogy egyiket sem tudta felmutatni. És ezért is nem is tudta felismerni a, a messiást, Mert Jézus egy másfajta volt. Másfajta messiás volt. És annyira érdekes, hogy nézzük meg, hogy, hogy a lenti részt. Ebben a pillanatban érkeztek meg a tanítványok, nagyon elcsodálkoztak, hogy Jézus egy asszonyjal beszélget, de egyikük sem kérdezte meg, hogy mit akart tőle, vagy miért beszélgetett vele. Nézzük meg, ott van egy samáriai asszony, aki nem tartozik a sidókhoz, nem tartozik Jézus követőihez, semmi köze nincs az Úr Jézushoz. És lehet, hogy te is így vagy ma itt, hogy nem ismered még az Úr Jézust személyesen. Nem tudod, hogy ki az, akiről én beszélek, ki az a messiás, ez a rakat igevers, amit felolvasok, semmi gond nincsen vele. És lehet, hogy neked is vannak olyan elképzeléseid, hogy ez az Isten, ez egy így néz ki, úgy néz ki, ilyen hatalmas, nem szereti az embert, ezt csinálja, azt csinálja, nem ilyen. Az egy ez egy megeshetőség, és hiszem, hogy Isten szeretne neked akkor egy új módon bemutatkozni. De jönnek azok is, akik mi vagyunk, akik már elfogadtuk Istent, mint atyánkat, mint Jézust, mint személyes megváltónkat. Ott van, ott vannak a tanítványok, akik vele éltek, akik vele voltak, és nem, nem meglepődtek azon, hogy Jézus egy bűnössel beszélget. Meglepődtek azon, hogy Jézus ezzel az asszonynal megáll, hogy ott van egy samáriai, hogy ott van egy asszony, és, és vele beszél. És tudjátok, mindannyiunknak van egy, egy hitrendszere, egy meggyőződésrendszere, egy kialakult képe a világról, de most külön a messiásról akarok beszélni. Ezt befolyásolja a családot, hogy hogyan élték meg, az amúgy a legjobban hogy ahogy felnőttél, hogyan imádkoztak Jézushoz, mi az, amit vártak tőle, mi az, amit nem vártak tőle, az egyes helyzetekben hozzámentek-e, próbáltak-e segítséget kérni tőle, azt, amit a szülei csináltak, azt gondolod, hogy körülbelül ez az alapfelállás. Aztán ott van a gyülekezet, amikor leülünk a padokba, tanulunk az Úr Jézusról, és abból is kialakul a tanításokból egy, egy kép, amit azt gondolod, hogy ilyen az Úr Jézus Krisztus, ilyen a messiás. Aztán vannak a kulturális dolgok, most ugye itt van ez a Black Lives Matter, a feketék védelmére, az is egy kulturális probléma, tehát ha megnézzük, hogy, hogy, hogy mi történik, de akár a cigánysággal Magyarországon, vagy hányszor hallunk olyat, hogy a büdös románok, vagy a, a cigányok, valljuk meg az őszintét, hogy, hogy itt is vannak olyan területek Budapesten, vagy Magyarországon, ahhoz az életben nem tennéd be a lábadat. És valójában Jézus merre felé menne? Teszem föl a kérdést. És hogy, hogy megvannak ezek a kulturális szabályok, hogy szépen kell ülnünk, jól kell felöltöznünk, Jézus így jön, Jézus úgy jön. És aztán pedig vannak a saját tapasztalataink, amikor sírva imádkoztál Istenhez, és nem hozott változást, amikor nehézségek voltak az életedben, és azt érezted, hogy ő sehol nincs, itt vannak ezek a dolgok is. És ezekből összeraksz egy képet, hogy szerinted milyen a messiás, milyen az Úr Jézus Krisztus. És az az én kérdésem számunkra, hogy vajon az Úr Jézus olyan-e, mint amilyennek mi gondoljuk? Olyan-e, mint ahogy mi a gyülekezetről beszélünk róla? Olyan-e, mint ahogy a szombatötön próbálunk hozzá kapcsolódni? Vagy olyan-e, hogy Élem a saját életem, van egy jó munkám, állásom, pénzem lesz, és akkor úgy Jézus így bejön, amikor Jézus bejön az életembe, akkor minden egyszerű lesz, minden megoldódik, nem lesz senkivel se problémám, összetűzésem. Vagy olyan az Úr Jézus Krisztus, meg amikor bejön az életedbe, mint amilyen a Bibliában volt. Mert ott olyan volt, hogy a kulturális elvárásokat nem nagyon követte. Az, hogy szépen kellett töltözni, az nála nem annyira volt szempont. Vagy azt, hogy, hogy hogyan foglalkozott emberekkel, hogy mennyire ellenement annak, hogy ki mit gondolt róla, vagy az, hogy nem volt népszerű, vagy azt, hogy sok helyen elutasították. Az Úr Jézus Krisztus ilyen volt. És a legjobb hírem az az, hogy az Úr Jézus Krisztus az volt, aki a bűnösöknek volt a barátja, aki az elutasítottaknak volt barátja, azoknak volt a barátja, akikhez senki nem szólt volna, a büdöshöz, a nyomorulthoz, az utcán fekvőhöz. Balázs mesélte a vakról, a vakról, aki ott kiabált az utca szélén, akit mindenki más csak csitítogatott volna, az Úr Jézus Krisztus őket szemelte ki a legjobban a legelutasítottabbat. És megmondom őszintén, hogy ez a legjobb hír neked és nekem is. Mert amikor így fogjuk érezni magunkat, és mindjárt megyünk tovább az igében, amikor így fogunk magunkra nézni, aki hitet gyakorol az Úr Jézus Kisztussal, és azt mondja, hogy akarok veled találkozni, ahhoz az Úr Jézus Kisztus be fog mutatkozni. És annyira jó, az, hogy az asszony, amikor felismeri, találkozik valójában a messiással, akkor mi történik? Ott hagyja a vizes korsóját, visszamegy, és szól azoknak, akik a városban vannak. És visszatérnék ahhoz az igéhez, amivel, amit mondtam, hogy kulcsige lesz. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki az, aki vizet kért tőled, akkor te kértél volna a vizet tőle, és friss forrásvizet adott volna neked. Az asszony pontosan ezt csinálja ebben a helyzetben. Megismeri, hogy az a messiás, aki bejött az életében, nem elutasítja, hanem szereteti. Felhozza a problémáit, és nem elutasítja. Ott van, és nem elítéli, hanem kedvesen ö, megy hozzá. És mit csinál az asszony? Mindent hátrahagy, és elkezd futni, és elkezd arról beszélgetni. És Isten erről beszélt nekem, hogy azon gondolkoztam, hogy miért nem evangélizálunk? Miért nincs az, hogy itt ülünk, és körülbelül 80-an vagyunk itt, vagy 90-en, nem tudom, és körülbelül nem tudom, hogy hány olyan ember van, aki soha nem hallott még az Úr Jézusról. Vagy, vagy nem tudom nektek mennyire beszéltetik az Úr Jézusról másoknak. És Isten ezt mutatja, hogy ha igazán tudnánk, hogy ki a messiás, ha igazán tudnánk, hogy mit akar hozni nekünk, akkor úgy csinálnánk, mint az asszony. Az, ami az életünkben, a munkánkban, a nem tudom, a világi dolgok lenne, nem azt mondom, hogy semmit nem csinálnánk, mert valahogy az életünket tovább kell élni, de az lenne a fókusz, hogy ezt mások megismerjék. És szaladnánk a városba, és hívnánk azt, hogy létezik a messiás. Lehet, hogy ő a messiás, gyertek és találkozzunk vele. És arról szeretnék így... így beszélni, hogy, hogy hogyan mutatkozik, hogyan tudom megismerni, hogy ki ez a messiás, hogyan tudom azt, hogy ki lesz az, aki, aki hogyha ha tényleg megismerem és értem megyek, akkor, akkor, akkor ő tényleg fogadni adni élővizet. Nyilván meg kell néznem az igét, meg kell néznem, hogy ő mit mondott, és Jézus uh, mit is tett. És ez az utolsó ige, Lukács 4.16, amit Jézus akkor mondott, mielőtt elkezdte a szolgálatát. Azt mondja, hogy Jézus a szellem erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Akkor Názárát bement, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement a szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Odanú nyújtották neki Ézsaiás prófét a könyvét, ő pedig kinyújtott, kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr szelleme van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyírását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Akkor összegöngyölítette a könyvtekercset, átadta a szolgáknak, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be az az írás. Ez az írás fületek hallatára mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezték nem de József fia ez. Jézus, majd megnézzük, hogy mindig a zsinagógában tanított, elkezdte hirdetni az igét, és elmegy Názáretbe, ahol felnő, és mindenki e, ismeri. És hogyha abban a kultúrában ez úgy zajlott, hogy minden zsidó férfinak, aki felnőtt volt, kiállhatott és olvashatta az igét, és utána elkezdhette uh, magyarázni. És ugyanezt tette az Úr Jézus is, de van egy olyan rész, ami az Ézselyás 60-61-62, és a, ami az aznapi rész volt, Jézus ebből olvasott, és a probléma az az volt, hogy az a nyolc vers, és ez, amit most ö, Jézus felolvasott, ezt soha nem olvasták föl. Ezt ma is, ha elmész egy zsinagógában soha nem olvassák föl, mert ezt csak akkor olvassák föl, hogyha a messiás megérkezik. És ezt mindenki tudta, aki ott volt. És Jézus bemegy, kiáll és felolvassa ezt az ézsaiási proféciát. És azt mondja, hogy gyerekek, itt vagyok, ma teljesedett be ez az ige. Ennél jobban nem tudjuk megnézni, hogy mit mond magáról Jézus. Nem, azt mondja, hogy gyerekek, ez leszek én, ezt fogom veletek csinálni. Ez a messiás. Így kezdi el az egész szolgálatát. Jézus nem véletlenül mondta ezt. Nézzük meg, hogy mit csinál. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel felkent engem. Az Isten elküldte, felkente az Úr Jézus Krisztust, hogy eljöjjön hozzánk. Nézzük meg, hogy miért akar és miért jön el a. A, az Úr Jézus, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Evangélium jó hír, öröm hír, minnyájatoknak, nekem és neked. De kiknek hirdeti az Úr Jézus? A messiás kikkel tud igazán kapcsolatban lenni a szegényekkel? És most nem a fizikailag szegényekre gondolok, velük is. De amíg Ádám beszélt erről, az alázatról, a szegénynek lenni, az Úr Jézus előtt, amíg nem vagy szükségben, amíg nem érzed azt, hogy szükséged van a messiásra, amíg nincs az, hogy nélküle semmit nem tudok tenni, addig az Úr Jézus semmit nem tud végezni az életedbe. Mert az Isten és az Úr Jézus azonnak, annak hirdeti ezt a jó hírt, aki szegény. Lehet, hogy lelkileg vagy szegény, érzelmileg, el vagy fáradva, megfáradtál. Lehet, hogy üresek a kapcsolataid, lehet, hogy gondolati kínzásaid vannak. Lehet, hogy szellemileg azt érzed, hogy depressziós vagy, nincs benned élet. Üresnek érzed magad. És a jó hír az az, ezt hozza a messiás. és ezt szeretném, hogyha, ha megértenénk, hogy az öröm hír az az, hogy van megoldás. És az pedig a messiás az életedre. Mindegy, mibe vagy, mindegy, hogy miben vagy szegény, van megoldás, és ez a messiás lesz. És így mutatkozik be az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy szabadulást hirdet a foglyoknak. Fogolynak, elsősorban a bűnből. Az ószövetségben látjuk, hogy az egyiptomi fogság mindig a bűnt, a bűneidnek, ha a rabja vagy, ha azt érzed, hogy a bűn az életedben, amit Isten bűnnek mond, annak a rabja vagy, akkor a messiás azért jött, hogy ebből téged szabadulást megszabadítson egy valódi teljes életre. Az Úr Jézus szabadságra akar vinni minket, olyan szabadságra, amikor nem másoktól függsz, amikor nem a bűntől függsz, amikor nem a párodból akarod kinyerni az életet, hanem azt mondja, hogy az, amitől nem tudsz kijönni, a messiással ki tudsz jönni. Szabadulást hirdet. Azt mondja, hogy a vakoknak a szemük megnyílását. Mi a vakság? Egy fizikai betegség. Teljes meggyőződésem, hogy a messiás azért is jön, hogy gyógyítson minket. Meg szeretne gyógyítani. És lehet, hogy a szellemi vakság, lehet, hogy nem látod, nem ismered őt, nem tudod felismerni, hogy ki az atya, lehet, hogy nem tapasztalod őt, mint atyát, de lehet, hogy fizikai betegséged van. És a harmadik pedig azt mondja, hogy szabadon bocsássa a megkínzottakat. A megkínzott szónak megnéztem, hogy mi az, mi az eredetibe: kínzott, szenvedő, elnyomott. Ki az, aki úgy érzi, hogy elnyomott? Ki az, aki úgy érzi, hogy szenved most? Ki az, aki azt érzi, hogy amiben van, az egy nagy szenvedés? A jó hírem az, hogy, hogy az, a, a messiás szabadon, szabadon akar téged bocsátani. És tudod, az is lehet, hogy bizonyos szellemi erő vagy démoni erő az, aki sanyargat téged itt. Ebben a helyzetben leginkább meggyőződésem, hogy, hogy erről beszél itt az Úr Jézus. Lehet, hogy démoni erő, az életedben ott van, és lenyom, és emiatt vagy depressziós, amiatt van paráznaság a fejedben, azért van az, hogy átok alatt van az életed. És azt mondja, hogy ezek olyanok, mint egy láncok. Olyan, mint amikor benne vagy egy kínzásban, és egy szellemi erő kínosz téged. Ezt ne úgy képzeld el, az, hogyha valakinek démoni erő van az életében, az az, hogy a megszállott is örjönk, Nem. A Biblia szerint az a megszállott, az, aki teljesen le van uralva a démoni erők. A démonok miatt, de lehet, hogy egy démoni erő bizonyos területen az életedben ott van. Hogy lehet, hogy olyan haragos vagy, amit nem tudod, hogy miért, de egyszerűen valami így rásegít, és kiborulsz és mindig ütsz versz, vagy bántasz valakit. Vagy lehet, hogy azt, hogy azt érzed, hogy a paráznaság, ugye most van itt a nyár, fiúkkal én is beszélgetek. Nagyon nehéz minden fiúnak az, hogy, hogy a lányok alig viselnek ruhát. Ezért kérünk titeket szeretettel, hogy öltözzetek föl rendesen. És ez a fiúkra is vonatkozik, amúgy már, bocsánat, hogy ezt így kimondtam, de a fiúk is ö, szeretnek ö, félmeztelenül, meg nem tudom, nem akarok ebbe belemenni, rátok bízom ennek az értelmezését. De a, a lényeg az az, hogy van az, amikor egy démoni erő tol téged egy irányba, vagy a megkötözöttségeid, a függőségeid. És az a jó hírem, hogy a messiás ebből is szabadulást akar hozni és azt mondja, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, azt az esztendőt, amikor az elfogadás a visszaállásnak az éve van. És ezt akarom, hogy lássátok, hogy ki a messiás, ki nekünk. Nem egy szabályokkal bekorlátozható valaki, nem egy olyan, hogy üljél rendesen, viselkedj szépen, ne ér hozzá a beteghez, ne legyél közel azokhoz, akik nem elfogadhatók, hanem azt mondja, hogy én a szegényekhez jöttem. És ha megnézitek, olvassátok végül az evangéliumokat, három dolgot fog csinálni az Úr Jézus mindig. Bemegy és először tanítja az evangéliumot, az Isten országát. Ez lesz mindig az első. Meg kell értenünk, hogy bűnbánatra van szükségünk, bűnbocsánatra van szükségünk, és az Úr Jézus ezt csinálja, ez a messiás. Mi a második? Meggyógyítja azokat, akik akinek gyógyulásra van szüksége. Nézzétek meg, ezt csinálja végig az Úr Jézus. Jön, tanít Isten országáról, és tódulnak oda az emberek, mert mindenkit meggyógyít. Harmadik, mit csinál? Megszabadítja azokat, akiknek, akik kötözöttek, és szabadságra van szükségük. Testvérek, ez a messiás. És az az igazság, hogy a messiás nem csak azt mondja, hogy ez vagyok én, hanem azt mondja, hogy ki küldi a tanítványait, akik az ő tanítványa is hogyan küldi ki, azt mondja, hogy menjetek, hirdessétek Isten országát, gyógyítsátok meg a betegeket, és üzzétek ki a démonokat az emberekből. Testvérek, nézzünk körül, mennyire vagyunk mi Isten országába. Mennyire követjük azt a messiást, aki ő maga. És azt a messiást, aki úgy küld ki téged, mint követét, mint tanítványát, mind, akinek be kéne mutatnia, az, hogy mennyi hirdest az evangéliumot, ezt még azt gondolom, hogy nagyjából képesek vagyunk, de hányan vagyunk azok, akik csináltuk, vagy gyakoroltuk, vagy imádkoztunk-e már azért, hogy meggyógyulásért imádkoztunk betegeknek? Nem csak fizikai, hanem belső gyógyulás. Vagy hányan voltatok azok, akik démoni erőket parancsoltatok ki emberektől? Testvérek, ez az evangélium. Tudom, hogy nehéz, Tudom, hogy sokszor távol vagyunk tőle, de az Úr Jézus erről beszél. Ez a messiás. És azért kérdeztem ma azt, hogy hogyan gondolunk mi itt a messiásra ebben a, a, a közösségben, az életünkben, mert ha nem így gondolkozunk, és nem így közvetítjük őt az emberekhez, akkor nem is fog megjönni. Mit mond az IGE? Ha tudnád, hogy ki vagyok, és mi az én ajándékom, akkor kérnél tőlem vizet, is adok. Tudjátok, hogy ki az Úr Jézus? A messiás, a megoldás. És amikor én hirdetem valakinek az evangéliumot, a messiásról beszélek, akkor azt kell hirdetnem, hogy itt egy messiás, aki a megoldás. Meg kell térned a bűneidből, de be fog jönni az életedbe, megbocsátja a bűneidet, újra húzza az életedet, és gyógyít és szabadít. Ez, így tudjuk őt bemutatni. És így látták az emberek is, úgy folytatódik az ige, hogy, hogy, egyetértettek vele az emberek, és csodálkoztak. Ott ültek azok, akik, akik, akik gyerekkora óta ismerték az Úr Jézus Krisztus, azt mondta, hogy mindenki dicsérte, és csodálattal hallgatták a másik a, a, másik fordítás szerint. És lehet, hogy ti is így, így ültök itt, hogy egyetértetek velem. Az igébe, ha olvassátok, nyugodtan olvassátok végig, hogy Jézus hogyan szolgált, hogyan mutatta be önmagát, ki a messiás a Bibliában, hogyan beszélt és hogyan szolgált, így. És itt van, hogy ő bemutatkozik nekünk, és az a kérdés, hogy mi hogyan gondolkozunk róla, és hogyan beszélünk róla. Mert az volt a probléma, hogy csodálkoztak, egyetértettek vele, és mi lett a következő dolog? Nem ez a József fia. Nem ez az, akit már gyerekkor óta ismerünk. Nézd már meg, hányan gyógyulnak meg az utcán. Nézd már meg, itt vagyok ebben a szenvedésben. Nézd már meg, szerinted vele mi van? Mi történik, ha ő megbántódik? Mi lesz vele, hogyha ő nem úgy ül a padokban? Mi van, hogyha XY? Mi van, hogyha félreértik? Mi van, hogy ez is nézd meg, hogy csinálta? És mi történt? Ezt csinálták az ott ülők. Nem a József fia. A Márkból olvassuk, hogy azon a helyen Jézus nem tudott csodát tenni. Ott volt a messiás, akkor olvasunk egyedül arról, hogy Jézus tudták akadályozni, amikor a hitüket elvesztették. Amikor lenéztek a fizikaira, és azt mondták, hogy hát de nem a József fia. És ez a szívem vágya, amit ami akarom, hogy átmenjen nektek, tudom, kicsit hosszan vezettem föl. Ha azt szeretnénk, hogy az Úr Jézus, erővel és hatalommal itt tudjon lenni közöttünk, akkor úgy kell őt bemutatnunk, ahogy ő valójában az. És tudod, ez nem lesz kényelmes. Legutóbb sétálok a, a nagyváradténel az aluljáróba, és az úr mondja, menj oda a gírusoshoz, adott egy ismeretbeszédét, menj oda, ott állt öt ember, és mondd el, hogy szeretem, és egy nagyon konkrét dolgot mondott az életére. Úgy féltem, tovább sétáltam, úgy kellett visszafordulnom és oda mennem, mert remegett a lábam nem lesz kényelmes. És mentem, és tudom, hogy Isten szíven találta azt az embert. Nem kényelmes, amikor arról kell tudnod beszélni, hogy valaki problémában van, valaki nehézségek között van, hogy ne nézz a fizikaira, mert van egy mesiás, aki a megoldás, aki a gyógyítod és a szabadítót, és benne higgy, és hozzáragaszkodj, nem lesz kényelmes. Nem lesz egyszerű, de ha azt szeretnénk, hogy az alkalmainkon Jézus valójában megjelenjen, Jézus valójában meg tudja érinteni az embereket. Azt szeretnénk, hogy a körülöttünk lévőek megtérjenek, és az az erő ott legyen a szolgálatunkban, aki az Úr Jézus Krisztus maga, akkor úgy kell őt bemutatnunk, mint ahogyan van. És azt mutatta Jézus, amikor Imádkoztam, hogy Isten szeretne ébredést adni, hogy szeretne bevonulni hozzánk, mint messiás. Bocsánám, hogy kispeciszterek, de mondok egy példát, hogy mi a probléma, amikor nem így tanítjuk a, a messiást. Ádám, egy nagyon jó barátom, sokan ismeritek, mint nagyszerű tanító, mert halljátok itt de nem ismeritek őt, mint úgy barát, mint szellemi atya, mint amikor, aki ott van melletted, amikor rosszul vagy, aki tanácsol, mint aki családapa, mint aki sokunk autóját megjavította, és kicserélte a gumit. Nem így vagyunk, nem? Tehát Ádám nem csak annyi, hogy, hogy egy nagyszerű tanító, hanem az ő személyisége több ennél. És minél inkább megismered Ádámot, mint szemét, annál inkább fogod élvezni annak a gyümölcseit, mint aki ő maga. És az a baj, hogyha mi leegyszerűsítjük az evangéliumot arra, hogy Jézus megjött, megbocsátotta a bűneidet, és utána ő a padokban életed végéig átkosan, gyógyulás nélkül, összetört élettel, akkor mit fogsz tapasztalni Jézus személyiségének egy részét? Hogyan várjuk el, hogy Jézus erővel, hatalommal, úgy, aki ő, bevonuljon ide közénk, és itt legyen erővel, itt szolgáljunk felénk, és itt bemutatkozzon az, aki ő maga, hogyha csak az életének egy része, a személyének egy részéről beszélünk. Olyan ez, mint két képet kaptam még, mint hogyha próbálnánk menni, utazni valamerre, és nem válthatnál csak egyesbe. Mert csak, csak így mutatjuk be, csak az az egy lehetőség van. Vagy a hölgyeknek egy példa mi lenne, ha csak sóval tudnátok ízesíteni a kaját. Hát elég ízetlen lenne, nem? Nem tudnánk megtapasztalni azt a teljességet, ami, ami valójában van. És tudjátok, ez az, amit a szívem tett Isten, és ezt szeretném hozzátok eljuttatni, hogy fel kell nőnünk arra, hogy képesek legyünk Jézusról, mint messiásról úgy beszélni, mint a megoldás. Meggyőződésem, hogy ebben a szellemi időszakban az evangélizálásunk akkor lesz eredményes, ha bemutatjuk a messiást úgy, mint aki ő maga, és ki tudsz menni az utcára, és azt fogod tudni mondani, hogy van egy Jézus Krisztus, aki eljött és megbocsátja a te bűneidet. Felvitte a keresztre, meghalt, kifizette az árat, és feltámadt, és legyőzte a halált. És én az ő követe vagyok, és hiszem, hogy az Úr Jézus meg akar téged gyógyítani, és meg akar téged szabadítani a, a problémáidból. Nézzétek meg, mi van? Mentális problémák. Minden második ember depressziós. Egyedül érezzük magunkat. Itt ebben élünk, összetört kapcsolataink vannak. Ha csak azt hirdetjük, ami a mesiásnak a központi üzenete, igen, az, hogy a bűnbocsánatnak a teljességét átvesszük, és új életünk van. Ez a központi üzenet. De a mesiást nem lehet leválasztani csak erre, hanem az üzenet, Istennek az ajándéka, az egy, az üdvösség. És a Bibliában ez a szóban benne van, a szózószóban benne van a bűnbocsánat, Benne van a gyógyulás, és benne van a szabadulás. Nem választhatod szét. Nincs szétválasztás. Nem tudod szétválasztani. Ha az igét a Jézus Krisztust akarod hirdetni, akkor ez egy csomag. És hiszem, hogy akkor fogunk tudni bemutatkozni a világnak, akkor lesz ébredés közöttünk és Magyarországon, amikor képesek leszünk Jézust úgy képviselni, mint ahogy ő maga. És kérdezem magamtól és tőletek, és együtt mindannyiunktól, hogy Ismerjük-e egyáltalán azt, hogy mit jelent, hogy valakinek démoni erő van az életébe? Azt érzem, hogy vakok vagyunk, sötétségben mászkálunk. Azról nem is beszélve, hogy hogyan imádkozunk ilyen helyzetért. Hogyan akar Jézus gyógyítani? Nem is a fizikairól beszélni, belső érzelmi gyógyulásról beszélek. Annyira ez a vágyom a szombatötte kapcsolatban, és ez az, amire hiszem, hogy Isten hív minket, hogy, hogy ezek olyan dolgok a jó hírem az, hogy nem kell mindent érteni. Mi volt a samáriaja asszonynal? Nem értett mindent. De mi csinált? Hitet gyakorolt, egy mustármagnyi hitet. Azt mondta, hogy ha ez valóban így van, akkor adjál nekem abból az élő vízből. És így szeretném nektek is mondani, hogy itt vagyunk, és akkor fogunk tudni úgy beszélni Jézusról, mint messiásról, mint gyógyítóról és szabadítóról, ha te először megtapasztalod az életedbe. És lehet, hogy Jézus azért nem tudott így munkálkodni közöttünk, mert bezártuk egy ilyen elvárás dobozba, hogy az ne tegye föl a kezét, az ne csukja be a szemét, ha megjön a Szent Szellem, akkor ne feküdjön ki, vagy ne sírjon. Nem tudom. Komolyan? Én tudom, mert ezt csináltam évekig. Mondom, nyugodtan beszéljen így, vagy csinálja ezt, csak ne előttem. Meg akkor legyen így biblikus, meg ilyesmi. Az én félelmeimet akartam ezzel. És az én vágyam az, hogy ne egy ilyen elvárásrendszerünk legyen, hogy Jézus hogyan jöhet, vagy ki ő, hanem az legyen, hogy Úr Jézus, gyere, aki te vagy. Te mutatkozz be nekem, hogy az ige formálja a meggyőződéseidet, és ne a meggyőződéseid formálják a Jézust. Hanem ha az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus a szabadító, gyógyító, messiás bűnbocsátó, akkor az legyen, hogy ott van az életünkben, és tényleg én, az én területem, az én, életemben is kell még gyógyulás, kell még szabadulás, kell még, kell még előrelépés, kell, hogy a bűnökből kihozzon. De arra kérlek titeket, hogy ragadjuk meg a messiást most hittel ma. Hogy ne arra néz, hogy mi volt az eddig tapasztalatod, hogy ki csinálta rosszul, hogy mit tanítottak a gyülekezetben, hanem hogyha az ige azt mondja, hogy ez a messiás, akkor most nyúljunk ki hittel érte. És tudom, hogy nehéz, tudom, hogy kihoz a komfortzónádból, tudom, hogy nem fogod tudni egy kényelmes úton élni az életedet, mert nem fogod tudni, ez az igazság. De Jézus ezt nem is ígérte, elmondom nekem. Azt mondta, hogy engem akartok követni, akkor vegyétek fel a kereszteteket. Pál mit mond? Jézusnak a szenvedésében is vágyunk részt venni. Testvérek, ez a tanítványság, már bocsánat, ez a tanítványság, nem az a kényelmes élet, amit, amit sokszor élünk. És tudjátok, hogy mire vágyok? Sokszor azt érezzük, hogy ez egy félelmetes, távoli, számomra elérhetetlen, semmit nem értek dolog. De a jó hírem az, hogy amikor ebben élsz, akkor Jézus Krisztust, mint szemét meg fogod ismerni valójában, és meg fogod tapasztalni az ő személyének a teljes áldásait. És nem azt fogod érezni, hogy valaki kell jönnöm. Már megint, már megint imádkoznom kell, hanem, hanem olyan dolgokat fogsz tapasztalni, amit előtte még nem. Zoli, elmondod egy percben a heti bizonyságot, itt a, a, a mikrofon. Csak Zoli elmond, volt a héten egy ima alkalmunk, és el akarjuk mesélni, hogy mi történt. Be vagyok kapcsolva? Ne. Oké. Okay. Csak egy mondat a szolgálatodhoz, mondtad, hogy kényelmetlen lesz de annyi bizonysággal teli az az élet, amit felválaszt Krisztusért, hogy, hogy izgalmas, nem csak kényelmetlen. Amen. Imádkoztunk csütörtökön testvérekkel, és imádkoztunk egy hölgyért, akit most műtöttek csütört, vagy szerdán agydaganattal, és ma hívott a testvére, a nővére, és mondta, hogy az intenzíven volt még az Andinak hívják a hölgyet, és megjelent Jézus az ágyánál, leült az ágya sarkára, és ott ült egy jó ideig, és utána meg egy ilyen koszos batyut a hátára, és kiment ezzel a koszos batyúval a, a intenzív osztályról, és kérdeztem, hogy mikor volt ez, és akkor mondta, hogy csütörtök fél hatkor, akkor imádkoztunk ezért a hölgyért, Mondom, és hogy mi nem tudtuk, hogy Jézus mit akar, vagy hogy mit fog csinálni, de akik ott voltunk, egy volt a szívünk teljesen, mert van, amikor nem forr össze a szívünk, de mikor teljesen összeforr, akkor azt mondja, hogy bármit kérjetek, én megadom nektek. És hogy mit vitt el tőle, az majd nyilván ki fog derülni, hogy hogy fog ő felépülni, meggyógyulni, stb. De ezen se kell nekünk gondolkozni. Csak azt ö, tapasztaltuk, hogy ha mi elmegyünk és ott vagyunk, akkor Jézus elkezd működni. Nem azért mondtuk el ezt a történetet, mert mi vagyunk a királyok. Abszolút nem. Hanem azért mondtuk el ezt a történetet, hogy ez Isten országa. És megvan nekem a lehetőségem, kiváltságom az, hogy tényleg utazzak és erről tanítsak a tényleg különböző országokba. És azt látom, hogy ahol hit nyílik, ott megérkezik és bevonul a messiás. És azt szeretnénk, hogy ezzel a hittel is vágyakozással jöjjünk minden szombatötre, hogy Uram, mit szeretnéd csinálni? Mutatkozz be, mutatkozz be új oldalakról. Ki az, aki azt képzelte volna, hogy imádkozunk valakért, és leül az ágyára egy fehér ruhás férfi a hölgynek, ki nem is tudta, hogy imádkozunk érte. Az van bennem, hogy csendesedjünk el, és imádkozunk, és, és ti tudjátok azt a saját életetekben, hogy, hogy hogyan gondolkoztatok eddig Jézusról, hogy hogyan próbáltátok őt az életetekbe uh, uh, beleilleszteni. És lehet, hogy, hogy ti is úgy voltatok, mint úgy vagytok, mint én sokáig, hogy ott van a probléma, és elfáradtatok, ott van a változás, miért már annyira régóta vágytok, de, de még mindig nem jött át, és levettétek a szemeteket arról, akiről a, a Biblia Jézusról, Messiásról beszél. És az van a szívemen, hogy, hogy most jöjjünk így Isten elé, ahogy a múltkor, csendben leszünk, fog Balázs zongorázni, de abban hiszek, hogy itt van az Úr Jézus Krisztus ebben a teremben, és azon a szívemen, hogyha úgy érzed, hogy, hogy el vagy távolodva így Jézustól, hogy nem tudsz abban hinni, vagy nem tudtál abban hinni, hogy Jézus a szabadító, gyógyító, úgy, ahogy ő jön, vagy te tudod az életedbe, hogy hogyan állítottál elvárásokat, képet a fejedbe, hogy Jézusnak hogy kell megjelennie akkor azt valljuk meg így Jézus előtt Fogok egyet imádkozni, és utána mindenki egyesével azt kaptuk Istentől látásként, hogy, hogy, amikor van egy ilyen üzenet, Isten személyesen akar jönni, és veletek foglalkozni. Nem kell hozzá lelki gondozó, nem kell hozzá ima, Isten hatalmas, és Jézus, amikor hittel ki fogsz nyúlni felé, meg fog nyílni a szemed a sorvatkező embert Jézus beállította a középre, és azt mondta, hogy mi lenne, ha csak egy jutottok volna, mit kezdenétek vele? Jézus úgy foglalkozik veled, mint a te lennél az egyetlen juha, az egyetlen ebben a teremben. És lehet, hogy le kell tennünk most a félelmeinket, le kell tennünk az elképzeléseinket, az okoskodásainkat, és el kell neki mondanunk, hogy, hogy szeretnénk majd újat kezdeni. Nem tudom, nem értek mindent, amiről az áron tanított, nem tudom, hogy ezek hogy működnek, de rád van szükségem. Rád van szükségem, mint szabadító, rád van szükségem, mint gyógyító. Menj el, de édesatyám, kérlek, hogy most jöjj közénk. Küldd a szellemedet, is töltsd be ezt a termet. Drága Úr Jézus Krisztus, messiás! vonulj be most közénk. Uram, te tudod, hogy kinek, kinek, mi az az dolog, ahol el van akadva. Mint ahogy a Samáriai asszonynál is, te tudod, hogy az bűn, te tudod, hogy az szégyen, bűntudat, nehézség, démoni erő, vagy gyógyulás az, ami valakinek van. Kérlek, hogy most jöjj, és adjuljunk ki hittel. Tegyél egy próbát, Jézus, az kiállts, most ért hozzá. Mondd el neki, hogy mi az, ami fáj, mi az, amiben szeretnéd, hogy jöjjön. hiszem, hogy ma az újrakezdés napja van. Hiszem, hogy kérheted azt, hogy Isten mutatkozzon be neked teljesen. Hogy az Úr Jézus, mint messiás, mutatkozzon be neked újra. És lehet, hogy amikor most elmondod neki a problémádat, lehet, hogy ő fog szólni hozzád. Ő fog beszélni hozzád, ő fog visszaválaszolni neked, csak légy nyitott, hogy jöjjön Isten úgy, ahogy akar. szeretnék veletek imádkozni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy amit mondok, azt, azt, ő úgy gondolja, akkor, akkor kövessen imában. Arról fogok, csak egy bűnvallásban azt érzem, hogy Isten arra hív, hogy valljuk meg bűnként, térjünk meg hozzá, amikor, amikor bekorlátoztuk, amikor mi akartuk diktálnia azt, hogy ő mit csináljon, vagy hogy jöjjön, és nem ráfigyeltünk. Akkor kövessetek, ha valaki szeretne velem imádkozni. Uram, jövök most eléd. Köszönöm, hogy te ismersz. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, aki meghalt az én bűneimért. És köszönöm, atyám, hogy most bűnbánattal jöhetek eléd. Bocsást meg, amikor makacs voltam. Bocsásd meg, amikor én akartam irányítani. Bocsásd meg, amikor korlátoztalak abban, aki te vagy. Bocsásd meg, amikor nem az igének hittem. Mert én meg akarok változni. Szeretném, hogy ma ez egy új nap legyen. Amikor megtapasztalak téged egy mélyebb módon. Atyám, hiszem, hogy te tudsz most élő vizet adni. Hiszem, hogy te meg tudod újítani a gondolkodásomat. Hiszem, hogy a te erődből tanítvány tudok lenni. Kérlek, jöjj és segíts. Kiáltok hozzád, Mesias? Atyám, kérlek, hogy most jöjj és érints meg azokat, akik így imádkoztak. Köszönöm, Atyám, hogy nem vagyunk egyedül ebben. Köszönöm, hogy Te nem elítélsz, Te nem nem bántasz, te nem azt mondod, hogy elnye még mindig nem itt tartasz, hanem köszönöm, hogy te most meghívsz minket többre. Köszönöm, hogy felismerhettük, hogy korlátoztunk téged, felismerhettük, hogy hitetlenek voltunk, de köszönöm, hogy aki megvallja a bűnét, az eléd jöhet, és te megtisztítod, és megbocsátod minden bűnét, és megtisztítasz minket minden gonoszságtól. Köszönöm, hogy ez így van köszönöm, hogy most át akarod törni a gátokat a bensőnkben. Úr Jézus, kérlek, hogy minden olyan magaslatot, ami a fejünkben van, elgondolást, rossz beidegződött hazugságot rólad, amikor lekicsinyítettünk, amikor nem úgy gondoltunk rád, azt most kérlek, hogy törj össze a fejünkbe. Törj össze a fejünkbe. Bocsásd meg, amikor belefáradtunk a harcba. Bocsásd meg, amikor, amikor már nem hittük, hogy te tudsz változást hozni. Bocsásd meg, amikor amikor nem rád figyeltünk, hanem a körülményekre, hogy mennyire mély az a kút, hogy mennyire, hogy te is az ácsnak a fia voltál. Bocsáss meg ezt, Uram. És hogyha most eldöntjük, hogy a te igédnek fogunk hinni, te rád fogunk figyelni, köszönöm, hogy te vagy az, aki a raboknak a szabadítója, te vagy az, aki a bűnöknek a megbocsátója vagy. Köszönöm, hogy te vagy az, aki, ha eléd hozzuk a bűnünket, a mocskunkat, te megbocsátasz és újra uh, felállítasz. És köszönöm, hogy te vagy a gyógyítónk. Atyám, imádkozom azért, aki ebben a teremben van, és esetleg fizikai uh, bántalmakkal küzd, legyen bármi uh, belgyógyászati probléma, legyen az nőgyógyászati probléma, az Úr Jézus Krisztus nevében gyógyulást szólok. Köszönöm, atyám, hogy a te nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében gyógyulást szólhatunk. Atyám, imádkozom azért, akinek fejfájása van, migrénje, vagy krónikus fejfájás, az Úr Jézus Krisztus nevében megdorgálom azt a betegséget, és köszönöm, hogy gyógyulást szólhatok annak a fejfájásnak. Imádkozok azért, akinek a lábújjáival van probléma, Uram, az Úr Jézus nevében kérlek, hogy jöjj és gyógyítsd meg. Érintsd meg azt a szemét. Az Úr Jézus nevében imádkozom. És imádkozom azért is, akinek esetleg vese problémái vannak, az Úr Jézus nevében gyógyulást szólok az önök a vesébe. Állj helyre, betegség tűnj el az Úr Jézus nevében. És köszönöm, Atyám, hogy Te vagy a szabadítónk, Te vagy a láncoknak a letépője. És atyám, most azért akarok különösen imádkozni, akik, akiknek függőségeik vannak. Az Úr Jézus nevében köszönöm, atyám, hogy megtörhetek minden paráznaságot az Úr Jézus nevében. Azokat, akik nem tudnak teljességben élni, mert a paráznaság meglopja az ő szívüket, a szemüket, a gondolkodásukat. Az Úr Jézus Krisztus nevében megtöröm a paráznaságnak az átkát. És minden ilyen szellemet megdorgálok, megkötözök, és az Úr Jézus nevében szólok, hogy hagyd el az én testvéreim. Én imádkozok azért, akinek alkohollal van problémája. Az Úr Jézus, a te szabadítód. Az Úr Jézus ki tud téged hozni az Úr Jézus neve nagyobb minden függőségnél, és az alkoholizmusnál is, az italal való problémát felett is. Ezért az Úr Jézus nevében minden ilyen függőséget, az megtörök most. Bármilyen ilyen szellemi erő, ami az alkoholizmus, vagy függőséget okozna, az Úr Jézus nevében megtöröm. Hirdetem a foglyoknak a szabadulást az Úr Jézus nevében. És tudom, atyám, hogy te sokféle módon jössz, sokféle módon találkozhatunk veled. És atyám most csak leteszünk mindent, amit most gondolunk, mindent, amiben most szeretnénk, hogy jöjj, és azt mondjuk, hogy jöjj úgy, ahogy te szeretnél. Atyám, kérlek a te szellemed által, önts ki a fiúságot, amit szívünkbe, be. Érüns meg a bensünket, a fájdalmainkat. Azon menem, hogy várjunk az Úr Jézusra. Várj rá, ne, ne gondolj semmire, ne próbáld meg megfejteni, hogy ő mit akar. Hagyd, hogy most bemutatkozzon neked. Maradjunk az Úr előtt, csak csendben, és várjuk, hogy Isten mit szeretne csinálni. Várd, hogy mit szeretne neked mondani. Hogyan szeretne megérinteni.